A helyi Kászonaltízi csapat mellett 12 Hargita megyei hagyományőrző csoport vett részt a hagyományos farsang búcsúztatón. A színes jelmezekbe öltözött farsangolók bejárták Kászon község minden zegét, zugát, a helyiekkel együtt mókázva, táncolva búcsúztatták a telet. Ostorokat csattogtatva, énekelve, kúrjongatva vonultak fel Kászon község településeinek utcáin a hagyományőrző csoportok. Az erre az alkalomra készített ostorokkal hatalmasakat rittyegtető figurák mindent elkövettek, hogy elűzzék a telet, a hideget, a ködöt. A Hargita megyei kulturális központ által 23. alkalommal szervezett közös mulatozásra a megye minden régiójából érkeztek jelmezbe vagy székely ruhába öltözött télűzők. Azt gondolom, hogy a hagyományainkra oda kell figyelni, és főleg, hogyha olyan tevékenységekről van szó, ahol a jó kedv, a jó hangulat és hát a különböző szokásainknak a felelevenítéséről van szó, akkor annak helye van. A megyei farsang búcsúztató egy ilyen rendezvény, esemény, amelyre eljönnek a megyéből, minden térségből települések, és hát úgymond végigjárják a falvainkat, ezáltal a közösséget is összefogásra, úgymond kalákában való felkészülésre ösztönzik, de ugyanakkor lehetőséget teremtünk arra is, hogy ezen a napon nagyon sokan Hargita megyének ebben a felében jól érezzék magukat, akik akár máshonnan jöttek távolabbról, hisz az ősi hagyományaink, az értékeink, és hogyha mindez társul mókával, azt gondolom, hogy annál egy sikeresebb recept nincs ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Megkérünk, hogy járuljatok az úr asztalához egy pohár italra, egy kis, mondjam azt, hogy agapé, ha így szabad, és éltessük egymást, hogy az Isten adja, hogy még a következőkor is itt találkozzunk. Éljetek sokáig, köszönjük, hogy eljöttetek, tessék jönni! A helyiek a farsang elmaradhatatlan ételeivel várták a más településekről érkezőket. Zsíros kenyér, szalonna, főtt krumpli, almás tészta és fánk sorakozott a boroskancsók és helyi gyümölcspálinka mellett. Cigánynak, mennyasszonynak és vőlegénynek, állatfiguráknak, törökbasának, kutyafogónak, cipőpucolónak, ördögnek és halálnak öltözött jelmezesek perdültek táncra a helyiekkel a hegedű harmonika akkordjaira. Nekünk ez nagyon régi hagyomány Ditróba, ez a törökös jelmez, ugyanis a törökös jelmez az valamikor a háborúba, a férfiakat, mikor elvitték háborúba, a nők így próbálták megvédeni a falut, hogy beöltöztek férfi ruhába, azt úgy, hogy a székely szoknyát összevarták nadrágnak, hárászkendőkkel, ostorokkal így próbálták eljeszteni az ellenséget, és ez azóta hagyomány Ditróba. Minden település évről évre saját szokásai szerint öltözik fel a farsang temetésére. Vannak, akik székely ruhában, mások jelmezbe bújva maskaráznak. A falu végén meggyújtották a telet jelképező íjésnek hívott bábút. A síratóasszonyok síratása mellett elégették a sötétséget, hideget jelképező szalmabábút, majd folytatódott a mulatozás. A farsangi szokásai lelkileg megnyugtató, a lelki feszültségeket feloldó szerepe van, és ezt az antropológusok és a tudomány is mondja, hogy a farsang az úgy működött tulajdonképpen az európai népek életében, mint egy szelep, mint egy biztosító szelep, az ember lelki feszültségeit le tudta vezetni. A húsvét ünnepeket megelőző nagybőt kezdetőig tartó farsangi időszak zajos, hangos mulatozással ér véget. Akárcsak évszázadokkal ezelőtt a kászoni farsang temetésen is együtt táncoltak, kurjongattak, a Hargita megye tucatnyi településéről érkezettek és a helyiek. Elbúcsúztak a téltől, hamarosan elkezdődnek a tavaszi munkálatok, közeledik a bőjt időszaka.